jelen videóban alapmegerősítésekről lesz szó. Van egy épületünk, akkor ezek az alaptestek mondjuk tipikusan sávalapok, mondjuk egy családi ház esetén, persze rengetegféle egyéb is lehet, de most nézzünk egy ilyen esetet, hogy milyen variációkkal lehet azt megcsinálni, hogy mondjuk ezt az alaptestet megerősítjük. Ennek az oka az lehet az mondjuk, hogy itt kialakult egy repedés, ami azt sejteti velünk, hogy ez az épülettest elindult ebbe az irányba, valamiért megsüllyedt, valamiért megmozdult, és ez a faltest ez leszakadni akar az épület többi részéről, tehát itt valamit be kell avatkoznunk. Ez a beavatkozás sok mindent jelent. Egyrészt biztos, hogy valami statikai kérdéskört vet fel, és statikus tervezőt kell alkalmaznunk, vagy megkérdeznünk, vagy terveztetni vele. Aztán biztos, hogy azt is érdemes megnézni, hogy itt milyen talaj van, tehát talajmechanikai szakértőt is érdemes bevonni, hogy itt az egyes talajrétegek milyenek, és azok a talajrétegek milyen tulajdonságokkal bírnak. Lehet, hogy csak ez a lenti talaj, ez a legalsó, amit itt nyilván leülök, vagy innen lefelé, képes arra, hogy tehetbírása legyen, és ez az alaptest pedig máshol fekszik fel, ugye ez a felfekvési sík, az egész ház terre itt akarja átadni, de ha nem tudja, mert ott olyan talaj van, ami össze tud nyomódni, vagy túl puha, vagy nem képes erre, hogy ezeket a terreket átvegye, akkor megsüllyed a ház. Most nézzük meg, hogy miket lehet itt csinálni, azon túl is statikust és talajmechanikust bevonunk. Nézzük meg, hogy elviekben milyen módszerek lehetségesek. Rengetegféle dolog tervezhető. Most 2-3 elvet bemutatok, hogy egyáltalán merre induljunk. Tehát ha van egy alaptest, ami valamiféle falazat nyugszik, lehet az betonfal, lehet falazó elemekből épített fal, és ez a faltest átadja a terhét az alaptestnek, az alaptest pedig majd a talajnak itt legalul, ezen a síkon. De ha itt valami probléma van a talajjal, akkor valamit kell csinálnunk. Az egyik verzió, amit legtipikusabban szoktak alkalmazni, hogy kiássák az alaptestet, és az alaptest alatti részt megerősítik, és egy alábetonozást, egy alá alapozást készítenek. Én magam is csináltam már ilyet vasbetonból, betonból is, és téglából is, tehát alá kell dolgozni a meglévő alaptest alá egy valamekkora méretű újabb alaptestet, hogy ennek az alaptestek a méretét megnövelhessük, azért is, hogy találjunk egy szilárdabb talajt, ahol aztán az majd át tudja adni a terheit. Tehát ez a variáció 1. A variáció 2 az mondjuk az, tehát egy teljesen más háznál, egy másik esetben, hogyha valamiféle köpenyezést készítünk az alaptest mellé, tehát szintén csinálunk egy ásást ebbe a mélységbe, és egyszerűen mellé betonozunk valamekkora méretben, azért, hogy ez az alaptest felfekvési mérete itt megnövekedjék. Ugye ez a korábban egyszer már bemutatott szigma egyenlő F per A-ból jön, tehát a felfekvési felület az A, tehát annak a szélessége megnő, tehát ezáltal ugye az F erő az ugyanaz, ez az F erő, ami a háznak a súlyát jelenti, a talajhatárfeszültség pedig adott, tehát magyarul azzal tudunk változtatni, ha minél nagyobb felületet hozunk létre, tehát kevésbé akar a ház elsüllyedni a nem olyan jó talajban, vagy egy adott talajban kevésbé süllyed el, ha szélesebb. Ezt persze a másik oldalon is megtehetjük, de az ott körülményesebb, tehát azt innen kell ásni belülről, a belső pincepadló felől, ugye ez a pincepadló síkja, itt is vannak rétegek, ha azokat el tudjuk bontani, akkor itt is meg lehet ezt a köpenyezést csinálni. Tehát attól függően, hogy most egy vagy két oldali köpenyezést akarunk, ezek itt összefüskészve persze és statikailag kiszámolva, hogy pontosan mi az a szélesség, mi az az anyag, amit ilyenkor beválik és működhet. És akkor nézzük meg egy harmadik elvi megoldást, ami kevésbé jár kiásással, tehát mondjuk itt a terepsík, ha mondjuk nem pincéről van szó, csak sima földszintes házról, akkor egész egyszerűen innen egy furatolást csinálunk valamilyen irányba, vagy több helyen is, és ezt az alaptest melletti környezetet kiinjektáljuk. Lehet, hogy csak a végén, lehet, hogy az egész keresztmetszetet, lehet, hogy több helyen, de lényegében kapunk az alaptest körül, vagy alatt, tehát ha alá fogunk, akkor alatt is, egy olyan stabilabb talajt, ami az eredeti talaj tulajdonságainál sokkal jobb tulajdonságokkal bír, tehát az a szigma felnövekszik, tehát az a talajhatárfeszültség, vagy az a teherbíró képesség, ha úgy tetszik, felnövekszik, ami eredetileg a talajnak volt, hogy ezt most átszementelálódásnak hívjuk, vagy egy másik anyag ide pumpálásának, az mindegy, de lényegében ugyanaz az alaptest egy stabilabb talajra stabilabban fekszik fel, és az eredeti probléma, ami itt a repedés volt, az meggyógyul és megszűnik a három módszer valamelyikétől, és utána már csak annyi dolgunk van, hogy ezt a repedést eltüntessük, akár még itt falvarratokkal is hozzá dolgozhatjuk, ha bizonytalanok vagyunk, de ha ténylegesen sikerült megállítanunk a süllyedést, akkor egyszerű vakolatjavításról van szó.